láttam végre egy olyan sportágat, ahol nem számít, hogy elaludtam a hajon. Úgyhogy így fog kinézni kávé. 67-86! 67-86! Hogy nézett egy reket a rózsaszín kiestél? Te Dóri, egy mészárszék! Egy kollégista lány egy férfit talált a szekrényében, de ez azért érdekes, mert hogy ez a férfi állítólag ott élt pár napja, már egy ideje, és ami ebben még vicces, hogy a lány tudta, hogy valaki átpakolja a szekrényét, és ott történnek dolgok, de azt hitt, hogy egy szellem szórakozik vele. Akkor miben van három? Hát az igazság. Egy! Kettő! Egy! Ez nem kettő! Hát még a külsőt meg! Tízad! Legyünk őszinték, most ne játsszuk meg magunkat. Ez a helyszín rettenetesen zavarba ejtőt. Banános jó. Egy kis fagyira mindig kell időt hagyni. Kotorokod, lift le, irány az út! First of all, happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Very happy to be here. Thank you guys for coming out and sharing my birthday with me. I appreciate it. Remélem nem az lesz a következő kép, hogy kitöröm a bokámat. Még csak egy fiúval táncoltam. Most már 2, 4, 6. Mennyi? 2, 4, 6. 7, de úgyis új hátizsákot akartam. Ez most így jó. Na, ez show lesz. Nem megy ez így nekem. Néha le, és néha fel, a tempót soha ne gyorsítsd fel. Nekem nagyon tetszik ez a Piton Gróf nő. Piton Gróf nő vagyok. Jelmezlem. Te is oda tetted magad, Imi. Köszönöm szépen, hát igen, megpróbáltam elrejteni, ami a legcsúnyább rajtam, és azt hiszem, hogy sikerült is. Itt lesz velünk Zséda, akivel új klipjéről beszélgetünk majd, melynek címe La 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 La. Lá. Lehet, hogy egyel többet mondtam, amiket így. Telehettem magam a Mangalica Fesztiválon. Tényleg nem is maradt hátra, mint hogy megkóstoljuk életünk első halászlevét. Szerintem ez a leves, ez ilyen 50-50%-ban sikerült. Sikerült is, meg nem is. Így van. Ilyet azért ne csináljatok. Hú, ez még rosszabb, mint a kenyér. Ez nagyon rossz, együnk gyorsan kenyérrel. De mert nagyon óvatosan esed, én csak bevállalós vagyok. De ez se annyira durva egyébként. Nézzük ezt a jó hosszú zöldet. Na, majd mindjárt fulladok. Nézzük! Na nézzük! Nehogy nézzük! Az a baj, nem szóltam, hogy csuklani kezdek. A csípőstől. Igaz-e, hogy a legdrágább kávé a világon az a mocska üllék? Vagy hát, hogy a mocska üllék is szerepet játszik a legdrágább kávéban. Abszolút, igaz, igaz. Most lemegyek Alfába, ugyanis eljöttem a detox jógára. Bocsánat, elnézést, hogy ezt így nem illik, tehát hogy csak úgy hivatlanul, szót kérés nélkül másnak az italába beleírni nem illik. Petőfi TV életében először két kölyök oroszlánt köszönhetünk a stúdióban, többek között Narát és Nalent, akik most bájosan vacsoráznak, természetesen nem minket. Boldog húsvétot! Oh! Nincs vers. Én direkt írtam ezt, hogy ezt lesz. Az elég extrém módja a kóstolásnak. Egészségedre kis. Marha jó kértek? Na. Elképesztő a hasonlóság, tehát én, hogyha nem tudnám, hogy ki vagyok, azt hinném, hogy Jackó vagyok. Kaptok ti is tojást, de csak akkor, ha megtaláljátok. Már az nagyon megtisztelő volt, amikor megtudtuk, hogy jelölve lettünk. Igen, kb. Ilyen őrjönbe hívtuk fel egymást eszterrel, hogy hallottad, úristen, de örülünk! Sok mindenre tanított a televíziózás, önbizalmat adott, megtanultam csapatjátékos lenni, együtt örülni a stábbal egy jól sikerült forgatásnak, vagy egy jól sikerült adásnak. Tudom, hogy nem engem kérdeztél, de a legegyszerűbb válasz erre az, hogy ne is használjam ezeket. Ja, én még nem is hallottam a kérdést, ne viccelj. A legegyszerűbb válasz, hogy ne is, azt is beesik. Köszönjük szépen, Lili, ezzel megfejtettük mindenki. Mert most teszem fel a kérdést, miután megmondtam a választ. Na tessék.
Rátonyi Krisztával már nosztalgiáztunk, úgyhogy most Galán Angin a sor. Szia, Angi! Sziasztok, szia! Hát ugye te is a kezdetektől itt vagy, a Petőfi TV-n itt voltál, ugye, amikor elindult a csatorna. Egy kicsit mesélj, milyen most itt újra itt lenni velünk a stúdióban? Hát nekem mindig olyan, mintha hazajönnék ide, tehát látom a sok régi ismerős arcot, meg mindig jó érzés, és hát nagyon sok emlék, tehát hogy tényleg közel 4 évig itt volt az egyik otthonom. Ugye akkor még az akváriumban is voltak adások, meg itt is, úgyhogy mindig jó érzés visszajönni ide. Hogyan emlékszel a kezdetekre, ugye még az első adás előtti időszakra, hogyan kerültél te a csapatba, ugye neked van egy művészvonalad is? Hát úgy kerültem, hogy kaptam egy felhívást. Volt nekem ugye korábban egy Angi Jelenti nevű műsorom, és annak az átvevő szerkesztője szólt, hogy indul nem sokára egy ilyen fiatalos, dinamikus csatorna az M2 éjszakai, vagy hát esti műsorsávjában, és hogy van ennek egy nagy átfogó műsorvezető castingja, és akkor 2015. februárjában én is megmérettettem magam, úgyhogy egy ilyen teljesen prózai úton, módon kerültem a csatornához, és hát nagyon izgalmas időszak volt. Azt éreztük, és teljes joggal, hogy amit csinálunk, azt még nem csinálta ilyen formában Magyarországon senki előttünk. Szórakozó helyekről jelentkeztünk be, gyakorlatilag abban a pillanatban ott alakult minden a szemünk előtt. Az elején még azért voltak technikai nehézségeink is, de utólag mindent megszépít az idő, meg valahogy ez is olyan újjátette az egészet, olyan izgalmassá. Ki volt neked az elején a rendszeres műsorvezető társad, vagy kivel dolgoztál sokat aztán? Hát az elején Jakab Márkkal kezdtük, ugye az elején ilyen fix párok voltak, már az első adásban be volt ez úgymond így állítva, de utána ez fellazult körülbelül egy 3-4 hónap után látszódott, hogy mindenkinek annyi az elfoglaltsága, hogy nem lesz tartható ez a mindig ugyanaz a két ember. És Márkkal voltam sokat az elején, aztán Forró Bencével nagyon sokat, és hát Fodor Imrével. Ugye az Angi Jelenti annó, ez egy konzervműsor volt, ugye előre felvett, vágott műsor. Igen. Milyen érzés volt neked élőben, élő egyenesben műsort vezetni, vagy mennyire volt izgulás az elején? Hát engem nagyon meglepett. Én azt gondoltam, hogy hát én egy rutinos műsorvezető vagyok, hát tényleg 2,5 évig tartott az Angi Jelenti, 70 valány adást felvettünk, és hogy megszoktam a kamera jelenlétét, megszoktam azt, hogy beszélni kell bele. És ehhez képest én iszonyatosan izgultam. Az első adás az borzasztó volt, tehát egy akkora adrenalin sok, hogy utána körülbelül így napokig tértem magamhoz. Az volt az akváriumban, az volt, ugye? Az akváriumban, amikor igen. A többiek a Pilvakeren, illetve itt a hajón, és akkor te voltál az akváriumban, emlékszem, néztem a tévébe, és izgultam nagyon mindenkiért. Tényleg? Hát egyébként szörnyű, hogy ez 5 éve volt, mert olyan, mintha egyébként rengeteg minden történt azóta, de mégis valahogy olyan, mintha nem olyan rég történt volna, mint 5 éve. Na mindegy, tehát az elején nagyon-nagyon izgultam, és szerintem én azok közé tartoztam, vagy tartozom, akik azért viszonylag sokáig tartottam, amíg levetkőzték ezt a fajta izgalmat. Tehát ugye az Angi Jelentében megszoktam, hogy nyomom, ami a csövön kifér, aztán majd alakul a vágóasztalon, és adott egy iszonyú nagy komfortot. Itt meg ugye ha kicsúszik valami, ne adj Isten, olyan szó, vagy bármi, tehát engem ez borzasztóan begörcsöltetett, hogy itt aztán nem lehet utólag szépíteni, kozmetikázni, hanem az akkor ott van, kint van. Ups, ezt most mondtam, vagy gondoltam. Tehát, hogy ez súlyokat rakott rám, és idő volt ezt levetkőzni. Milyen emlékezetes pillanatokra emlékszel, amik úgy megmaradtak, mondjuk így élő adás közben? Jól tudom, volt valami telefonos sztori is. Az adás előtt volt, igen, az a mai napig cukkolnak, vagy hát nagyon sokáig cukkoltak a kollégák. Rengeteg emlékezetes pillanat volt, rögtön ugye az első adás, nagyon sok kedves pillanat, nagyon sok felfokozott, intenzív pillanat. Ez egy kevésbé kellemes, de emlékezetes pillanat volt, egy előfelvételre siettünk éppen, nekem sűrű volt az a hét, meg forgattam is előtte, és úgy kicsit úgy minden úgy össze volt úgy zavarodva bennem, és rohantam, és akkor hívott az asszisztens, hogy hol vagyok már, és mondom, hogy jövök, mindjárt ott vagyok, és ahogy így a telefont, ugye itt a hajónak az oldalsó részén rohantunk, siettünk. Ahogy a telefont így kinyomtam, azzal a lendülettel, mai nap is tudom, hogy miért, de így bevágtam a Dunába a telefonomat. Tehát így elegem lett, hogy így lázadtam, hogy mi volt ez a gesztus, de bevágtam. Neki nézett. Rögtön adás előtt, ez egy jó lelkiállapot lehetett. Fél órával, igen, és így hups, ez bepottyant a habok közé, el is süllyedt. És a mai napig nem tudom, hogy miért történt, valószínűleg így vezettem le valami fajta feszültséget. Ezzel cukkoltak utána. Én megvádoltam az asszisztens, hogy ő dobta bele, hogy ezt most már nem mossa le magára, szóval voltak ilyen vicces, mókás jelenetek, amit utólag ugye megszépít az idő, de azért akkor volt pár nehéz napom. Ugye most a nézők az M5 csatornán találkozhatnak veled, mi most ott a feladatod? Ma is a kulturális híradót vezettem, tehát valamikor kulturális
híreket olvasok. Sok, mostanáig csináltam élő bejelentkezéseket a különböző kulturális eseményekről. Most ugye annyira nincsenek kulturális események, úgyhogy jelenleg ez a része szünetel, de reméljük, hogy nem sokára vissza fog térni az életünk a rendes kerékvágásba. És a Mesteremben nevű ilyen pályaválasztás segítő szakmákat bemutató magazin műsornak vagyok az egyik műsorvezetője Pili Ádám mellett, úgyhogy ezt csinálom. Angi, nagyon szépen köszönöm, itt voltál, és kicsit sztoriztunk.